Üdv mindenkinek, ez itt a Binding of Isaac, és a mai ránunk nem mással lesz, mint Blue Baby-vel. Rendben. Rég volt már Blue Baby ránunk. Remélem megint kapok valami all-setupot, vagy nem is tudom, valamit. Valamit, ami megmenti ezt a ránt, mert a damage-ünkkel nem lesz akkora probléma. A legnagyobb probléma az az életünkkel lesz így végig. Abban biztos vagyok. Bár mondjuk a damage-em azt hiszem, hogy olyan, mint Isaac-é. Talán. Nézzük, mi van az item roomban. Oké. Nem, mint hogyha nagyon sokat tudnék ellent tenni. Úgyhogy nézzük, hogy... Femén! Rendben. Rendben. Ezt gyorsan elintézzük. Remélem, hogy kapok valami jó kis Deal with the Devil itemet. Bár ezt még itt nem kaphatok majd Basement 2-be csak. Nem? Nem zavar, hogy oda kakiltam eléd? Oké. Engem zavarna, de hogyha téged nem, akkor téged nem. Nem, mint hogyha nagyon bele tudnék ebbe is szólni. Egy Blue Baby-vel úgy érzem, hogy nem tudok semmibe beleszólni. Csak el tudom dönteni, hogy kell az az item, vagy sem, amit ad, és ez kell. És természetesen benézünk a Curse Room-ba. Hogy ne néznénk be? Micsoda kérdés ez? Nincsen bombánk. Oké. Hát ezért nem érte meg átjönni. Ezért nem érte meg átjönni. Egy kicsit sem. Úgyhogy remélem, hogy valahonnan vissza tudom szerezni ezeket a szíveket. De lehetett volna bent mondjuk egy Fetus item, vagy bármi. Tehát muszáj volt megnézni. Nem hagyhattam ki. De majd a következő floorba. Majd visszakapjuk mindent. És itt is van egy Spirit Heart, tehát... nem mondom, hogy olyan, mint hogyha meg se néztem volna, de... Oké, fogadjuk el. Mondtam, nem tudok más csinálni, mint elfogadni. Itt még kilövöm a tüzeket, mert... szeretném, hogyha adnának valami pénzt, vagy Spirit Heartot, mert hát ha azt mondjuk, azt hiszem, hogy nem is nagyon adhatnak, de... én megadom az esélyt, hogy dobjanak. És Basement 2, Curse of the Lost. Tehát valami jó nagy pályát kapunk. Bombát még nem kaptam, úgyhogy ez a Tinted Rock még itt marad egy darabig, de kulcsom sincs. Az már lehet egy kicsit kellemetlenebb. Bár hogyha szereznék egy bombát, akkor lenne esélyem a kulcsra. Köszönöm. Akkor nézzük, hogy ezekből valami kulcs, bomba, pénz, szív, Spirit Heart, gondolom, nem. Jó, akkor nézzük a Tinted Rock-at és vele együtt a chestet. Ezzel robbantsunk ide. Visszakaptam a bombát. Ezeket lőjük ki, mert én tudom, hogy belemegyek. Nem? Nem adsz kulcsot? Rendben. Megjegyeztem. Lehet, hogy itt lesz a Secret Room, de... hogyha itt is van, nem tudok vele sok mindent tenni, mert egy bombám van csak. És nem tudok bemenni az item roomba. Szia. Ezért megküzdök. Matchstick. Remek. Nagyon remek. Hát végig is több bombát kapok. Tehát az jó. De amúgy kaphattam volna mondjuk kulcsot, bombát, vagy valamit. Bár hogyha úgy veszük, akkor bombát kaptam. Inkább kulcsnak örültem volna jobban, vagy Spirit Heartnak. Vagy bármi másnak. Mondjuk valami damage-es upgrade-nek, vagy trinket-nek, bocsánat. Veled még lehet, hogy játszok, de még egyelőre még nem. Téged megbírlak ölni? Megbírlak ölni még mielőtt rájönnél, hogy te is meg tudnál ölni. Ez mivé? Oké. Azt hittem, hogy bombává fog átalakulni, de hát úgy látszik, hogy nem. Ezek csak legyek ki. És még mindig nincsen kulcsom. Boss! Azt hiszem, hogy az előző rámba kaptam meg őt nagy bossnak először. Így az Isaac karrierem során. Itt egy kulcs végre. Akkor meg tudom nézni az item roomot. A pénzemet inkább ennek a kis barátunknak adnám, mint
mint mondjuk... megnézem, hogy itt az a Secret Room, és akkor be tudok menni a shopba. Tehát ugye nem akarom shopba pazarolni a pénzem. Mert az pazarlás, természetesen. Nem tudom, hogy ez Blue Baby-vel hogy működik. Hát olyan nagyon elrontani arán nem fogja, de... amint ölök, az szívet tölthet. De Spirit Heartot hogy? Azt nem nagyon tud tölteni. Szerintem. Legalábbis. Oké, menjünk lefelé. De te majd kiderül. Amint eljutunk oda, hogy szívet töltene. Akkor megnézzük, hogy mit tölt. Eddig nagyon úgy néz ki, hogy semmit, mert... nem öltem még annyit, vagy ki tudja. Mondjuk én tudom, hogy nem öltem még annyit. Úgyhogy ti is tudjátok, hogy nem öltem még annyit. Szerintem ezen a floron még nem sérültem meg. Viszont megnézzük, hogy hát ha valami jó. Talán nem tudom úgy rakni, hogy megnézzem, hogy van-e valahol a Secret Room. Két bomba. Remek. És itt is a boss. Nem, te nem akarsz megölni. És nem is tudsz. Gyenge vagy te ahhoz. Jól van, persze. Persze. Jó, visszavonulok. Az előbb pedig a másik oldalon olyan szépen ment, de... itt körbe kerítettek. Nézzük, kit kapok? Larry Junior! Miért is ne? Te most ott belementél a falba? Hát mindig tud valami újat mutatni a játék. Mondjuk itt nem tudom, hogy nem sérültem meg, de köszönöm szépen, mert meghaltam volna. Nagyon csúnyán. De inkább mi öljük meg, mint ő minket. Bár ez a drám már így eléggé érdekes. Bár még... ajajaj! Köszönöm szépen, ez... HP upgrade-re volt szükségem, de majd innen valami... Hogy mennék le félszívre? Ez... egyszerűen nem tudom, hogy ezek az itemek hogy működnek Blue Baby-vel. Na, nem. Oké. Ha nem, hát nem. Akkor keressük meg a Secret Room-ot és játszunk azzal a kis kéregető gyerekkel. Van egy olyan érzésem, hogy itt lesz a Secret Room. Hát, és nem. És nem. Ezzel elvileg nem lesz semmi problémám. Elvileg, meg úgy nagyon gyakorlatilag se kéne. Úgy tényleg, na, köszönöm szépen. És most már egyetlen esélyünk, hogy 14 centből ad valami jó itemet. Kérlek. Bár hogyha tudjuk, hogy mostantól én... jó. Tehát, hogyha tudjuk, hogy mostantól Angel Room-okat fogok kapni... miért akartam itt jönni? Akkor egy kicsit nagyobb túlélési esélyeim vannak. Hiszen... van arra esélyem, hogy... nem kell... nem hiszem el, hogy nem itt van. Tehát nem kell majd fizetnem... szívvel a cuccokért. És mivel Blue Baby-vel nem nagyon lehet Red Heart Damage-et szenvedni, ezért egészen nagy esélyem van az Angel Room-okra. Hol lehet a Secret Room? Mindegy, több bombát nem akarok ide pazarolni. Hát, ha kell valami Tinted Rockra, vagy bármire, amire szívesebben költeném, mint arra, hogy ne találjam meg a Secret Room-ot. Na? Azt hittem már nem jön össze. Bár ez már ilyen nagyon nagy fejlődés, hogy nem talált el. Azért... ilyenkor nem arra figyelek, de Chariot ez, azt hiszem, hogy a My Little Unicorn-nak a képességét adja be, tehát ilyenkor arra figyelek, hogy ne találjon el, és nem arra, hogy én eltaláljam. Ó, elvileg ez öngyilkos lett. Vagy hát nem elvileg, ez így konkrétan öngyilkos lett az előbb. Nézzük valami jó Joker. Elvileg én csőrumokat kapok már. És... HP up. De legalább már repülök. Mert lehet, hogy meg kellett volna várni azt, hogy kapok-e úgy alap Angel Room-ot a boss-tól. De, mint látjátok, lusta vagyok. És
talán ez fogja majd a vesztemet is okozni. Vagy talán nem. Azt hitted mi? Azt hitted, de közben megmutattam, hogy nem. Tehát ez a HP up, ez... Nem mondom, hogy rossz, mert jó, de Blue Babyvel vannak jobb cuccok is. Bár az, hogy tudok repülni, az hatalmas segítség mindenképpen. Ezt meg akarom csinálni. Kell kulcs, úgyhogy kaptam is. Ezek még annyira nem nehezek. Nem kéne meghalnom. Nagyjából semmitől. Azt hiszem, hogy van egy ilyen wave. Utána... Ezek? Oké. Okay. Elfelejtettem már. De azt hiszem, hogy ezután meg azok a fejek, amik lőnek. Vagy köpködnek, vagy repülő turretek, vagy mit tudom én, hogy nevezzem őket. Test nélküli egyének, az a lényeg. Na, meg lesz. Ez az. Erre gondoltam én. Nem kéne többet megsérülni. Igazából megijedtem annyira, hogy elnyomjam. Lehet, hogy bossnál jobban jártam volna vele, de... Én megijedtem, úgyhogy... Most kérdés, hogy... Talán el kéne menni a shopba, mert... Azt hiszem, hogy... Fölvettem egy olyan itemet, amitől egész nagy eséllyel 7-szer kapom majd a Book of Revelation-t a shopokban. Az viszont egy nagyon jó item lenne. Hát inkább a... Hogy tudom ilyen jó helyre tenni? What? Hát ez így, hogy tudok repülni, nem lesz olyan nehéz. Meg úgy amúgy sem annyira nehéz boss. Tehát Blue Babyvel az az egyik legjobb spacebar item, vagy a nail, vagy valami, amivel vissza tudom szerezni a Spirit Heartokat. Na, ennyi volt, feladtad? Tudnál nekem itemet adni és nem bombákat? Ezt megint nagyon jó helyre letettem. Tehát végül is jobb item, mint ami eddig volt. De lesz egy olyan problémám, hogy hát ha itt van a Secret Room. Nem. Tehát hogyha a shopban most megveszem Book of Revelation-t, akkor ennek nem sok értelme volt. És nem az van, akkor nem most vettem fel azt az itemet? Talán a kompassz jobban vonz, mint a kulcs. És lehet, hogy már nem fogok kapni másik kulcsot. Aha. Hát még kiderül, hogy kapok-e valahonnan egy kulcsot. Bebombázni magamat item roomba-val sehogy se tudom. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz. Illetve azt is elfelejtettem már, hogy ez az item mennyi idő alatt charge-ol. 2 szoba. Hát akkor a bossnál tudom már használni. Tehát valami Duke of Flies vagy Husk. A tökéletes ellenfél lenne most számomra. És itt pedig Goathoof speedet ad, úgyhogy arra nincsen szükségem. Curse Room. Csábító, de ki kell, hogy hagyjam. És hogyha tudom, hogy itt a Curse Room, akkor... Ó, itt a kulcsom. Tehát akkor ide lentre bombáztam volna. És talán még bombázni is fogok. De lehet, hogy előbb a bossnál fogom elhasználni ezt a spacebar itemet, hogyha oda kell. Még egy kis segítő. Bár neki a lövedékei nem pont úgy mennek, ahogy az enyémek, hanem így kétfelé lő. Vagy nem, Little Chad? Ó, ez meg piros szíveket fog nekem adni. Tehát olyan jó helyzetben lennék, mert Vampire, Little Chad, meg tényleg minden, ami egy olyan runhoz kéne, ahol piros szíveim vannak, de nincsenek. Gemini-nak valamelyik forma, ez nagyon szép volt. Te belerobbansz, kérlek. Wow! Range up! És nem kaptam Angel Roomot, úgyhogy jó, hogy elhasználtam a Jokert. Nézzük, hogy elvileg itt lesz akkor a Secret Room. Igen. Hát csak pénzt kaptam. Végül is jó arra, hogy veszek egy kulcsot, mert nincs. És ennyi. Utána... Talán elnézek a Curse Roomba, mert így, hogy repülök,
De ki tudok jönni. Ja, vegyük meg a kártyát is. The Hermit. Elvisz a boltba. Majd a következő floronnál tudjuk használni. Bár hogyha lesz annyi pénzünk, ugye? Ez is egy olyan dolog, ami azért nem árt. És akkor nézzük meg, hogy valami jó item. Nine life. Ez így komoly? És én ezt ki akartam hagyni. Oké, kezd egy nagyon jó esélyünk lenni arra, hogy Guppyvá átalakuljunk. Oké, most így lehet, hogy kicsit kellemetlen lesz, de... Már csak egy Guppy item kell. És nincsen Curse Room, de csak Curse Roomból szerezhetünk Guppy itemet. Hát rendben. Rendben, valahogy megoldjuk. Ezért nem küzdünk meg. Valahogy megoldjuk, de még nem vagyok benne teljesen biztos, hogy hogy... Na, nem szeretnélek onnan kilökni, nagyon jó helyen vagy te ott. És erre nem is lehet tovább menni, úgyhogy nagyon jó irányt választottam magamnak. Egy kezdésnek. Egy piros szív, köszönöm. Na, ezzel megéri már a shop? Hogyha már megvan 7 cent, akkor talán, így már talán megéri. De hogyha oda megyek, akkor a kártyával fogok mindenképpen, úgyhogy nem indulok el az irányába. Oho. Azért vigyázok, mert csak fél szívem van. Vagy nem? Me... Oké. Akkor próbáljuk meg őket megölni először. Hiszem, hogy velük lesz itt a nagyobb problémám. Vagyis nem is lesz, velük volt a nagyobb problémám. Úgy de jó, hogy nem ott álltam. És itt a shop. És én azt hittem, hogy fölfelé lesz. De nem. Tehát ugye megvan a Scapular, ami... Ugye, hogyha lemegyek fél szívre, akkor ad egy Spirit Heartot, de úgy néz ki, hogyha lemegyek egy fél Spirit Heartra, akkor is ad egy Spirit Heartot. Health up. Én mondom, hogyha lennének piros szíveim, de nincsenek, nem akarok bemenni. Talán megnézem, hogy nem. Itt most egészen jó esély van arra, hogy a shop mellett van a Secret Room. De majd akkor nézem meg, hogyha nem találok jobb helyet, vagy egyáltalán be akarok menni a shopba. Bár a Secret Room megadhatja azt a pénzt, amitől be akarok menni a shopba, és nem erre van az Item Room. Oké, nézzük meg. Ingyen van, úgyhogy miért ne? Nem itt van. Hát a Bloodbank-kel nem fogok játszani. Ez valahogy most nem az a rend, de kicsit közelebb kérlek. Így még el tudtam venni. És a bomba. Oké, lassan már úgy jó leszek bombákkal. Köszönöm szépen. Uhú. Ez nem olyan szoba, ahol én nagyon lenni akarok. Ó, és ide jön a champion. Köszönöm szépen. Hát eddig esetleg unatkoztam volna. Ne talál... Nem baj. Nem baj. Meg vagyunk még így is, és kaptunk egy kulcsot. Amit talán a következő floorra meg kéne tartani. Mert mivel megvan Guppy's Tale, ezért nagyon kicsi esély van arra, ha egyáltalán van esély arra, hogy sima chestet kapok. Spelunkier's Hat. Vagy Spelunkier Hat. Oké. Tehát innentől az egyik rámban már megvolt, de azért elmondom. Látom, hogy hol vannak a Secret Roomok. És itt is van, de azért ide visszanézek, hát ha nem rögtön aktiválódik, vagy nem tudom. Ja, használjunk el egy bombát. Nézzük, mi van itt. Pénz. Van annyi, hogy elmenjek. Greed! Hát akkor vagy Steam Sale, ups, vagy még több pénz. Bár egy kicsit a Steam Sale-nek nem örülnék annyira.
Bár ki tudja, mert most a pénzzel meg mit kezdek? Inkább Steam sale, mert az egy item, vagy ki tudja. Én nem. Én nem. Na majd ez? Ad egy trollbombát, meg további pénzt. Remek. Így már szeretném megnézni itt erre, hogy valamerre a Second Secret Room itt van-e. Gyorsan körbejárom. Úgyhogy nagyon szeretnék erre már így visszanézegetni. Hát ezt nem nyitjuk ki. Bár nem is tudom, hogy mit szeretnék a Second Secret Roomból. Van-e olyan, ami jól jönne? De majd kiderül. Hogyha kinyírtuk a boss-t egy félszívvel. Végül sérülés nélkül kell megcsinálni. Annyira nem nagy cucc. Bármikor. Wow, wow. Ez így egy kicsit húzós volt. Ez a Nine Life nem mondanám, hogy rossz üzlet volt, mert amúgy se lenne sokkal több HP-m, talán egy félszívvel. Így viszont sokkal több HP-m van, mert 8-szor meghalhatok, csak kiteleportálok a szobából. Ami egy kicsit kellemetlen, miért te? Csak miért te? Oké, a feje már nincs. Így már annyira nem vészes. Természetesen így se annyira kellemes, de annyira nem vészes, mikor itt a feje. Így már nem fog össze-vissza szaladgálni. Csak lövöldöz, amit el kell kerülni. Ugye, mivel repülök, azzal nincsen probléma, hogy rámegyek. Tehát azt nem kell kerülgetni, csak az, hogy ne találjon el maga a robbanás. Itt meg az árnyékot kell nagyon figyelnem, hogy hova is jön. Kicsit kevés a speedem. Azon még lehet, hogy kéne valamit javítani, de ebből a pónit fogom megkapni. Természetesen. Hát felveszem, hogy legközelebb ne jelenjen meg. Meg tudok már ugye repülni. De... Devil Roomot kaptam. Guppy's Head. Remélem nem teleportál ki a szobából, de én ezt föl akarom. Nem tudom fölvenni. Nem, mert nem tud megölni. Ez komoly. Ne csináld már ezt velem. Itt az esélyem arra, hogy Guppy legyek. És nem. Miért csinálod ezt velem? Ha csak a Second Secret Roomba vagy, nem is tudom, honnan tudnék szerezni most 2 darab Spirit Heartot. De ezt felrobbantom, úgyse tudom használni. Pénz, természetes. Pedig én szívesen feláldoznám egy életem. Tehát, hogyha nem engedi, akkor nem tudom. És hol van a Second Secret Room? Köszönöm szépen a damage-et. Na, Spirit Heart. Hogyha ez Balls of Steel. Telepill. Valami messzebbre, nem? Nem sikerült? Se baj. Na, valahonnan szerezzünk. Oké, itt a Second Secret Room. Talán már oda is teszem a bombát lassan. Így, ne? Csak őket kell megölni. Amíg talán ők bele tudnak menni, és meg is halnak attól, hogyha belemennek a tüskébe, úgyhogy ott egy kicsit biztonságban érezhetem magam. Na nézzük, mit rejteget nekem. Ez lehet az egyetlen esélyem. Ezt addig játszom, amíg fel nem robban. Egy kártya, The Devil. Az Hierophant, Chariot. Persze. Egy Spirit Heart. Meg lesz ez, meg lesz. Én érzem. Nem? Na, kérlek. Kérlek. 23 centem van még. Valamit összehozunk. Na, egy Hierophant. Ez Devil. Strength. Ezzel talán tudok plusz egy HP-t szerezni. De nem tudom, hogy ad egy Spirit Heartot nekem. Csak ad. Kipróbáljuk. Na. Én bízok benned. Már csak 2 kell. Cancer, az damage.
De Matchstick talán így a bombákkal én jól el vagyok. Red Patch, hogyha sérülök, nagyobb damage. Na? Kérlek, ne csináld ezt velem. Lehet, hogy ezzel már megbírom venni. Lehet. De azért végig játszom. Na, az nem kell. Tehát az az, amit Blue Babyben nem akartok fölvenni. Soha. Tényleg. Egyszerűen megsérültök és kiteleportál a szobából. Az viszont egy olyan dolog, amit Blue Babyvel föl akartok venni. Hova tűnt? Ó, hogy kettő item lehet nálam, akkor az egyik a Polaroid lesz, a másik pedig egy Cancer. Köszönöm. És ezt is valahogy vegyük föl. Nagyon jó. Még egy Chariot. Hát akkor szerintem... Na? Nem. Így szeretném. Talán a Devil kártya az... Az jobban esne. De mire úgy szedem föl a cuccokat, hát próbáljuk meg. Jó, akkor vigyük a Chariotot. Vagy... Talán Strength-et kellett volna. Arra az esetre, bár nem nagyon rajtam múlott, de arra az esetre, hogyha ebből nem bírnám megvenni, egy az, hogy verekszek. Kettő az, hogy nagyon verekszek. Jól van. Jól van. Akkor én idehozom a Strength kártyát. Tudom, hogy már nagyon sokat el vagyunk itt ezen a szinten, de... Hát élet-halál kérdés az, hogy én most Guppy-be átalakuljak. Úgyhogy muszáj. Úgy érzem, hogy ez muszáj lesz. Na, engedj be szépen. És az a Strength kártya... Ez nem az. Csak a... Nem Devil kell nekem. A kártya már jó. Különböző elnyom a kártyákat csak azért, hogy jót vegyek föl. De így elvileg Strength... Nincsen Cancer. Oké, Devil kártyát is elnyomom. De nem a Matchstick kell, hanem a Polaroid. És mehetünk. Hú, remélem, hogy az ad nekem egy Spirit Heartot. Tényleg egyszerűen nincsen más esélyem. Hát, hogy... De végülis, hogyha ti már tudjátok, hogy nem ad Spirit Heartot, akkor... Ti már tudjátok, hogy hát ez így nem fog összejönni, de... Én még bízok magamban. Én bízok magamban. Ez az! Miért nem vagyok Guppy? Nálam van 3 Guppy item. Na azért, hogy Guppy vagyok. Hát, Markot sajnos nem bírom vinni, de... Mark. Mondja Markot. Na mindegy. Guppy! Azért nem gondoltam volna, hogy a sorozatban ilyen gyorsan elérek odáig, hogy konkrétan Guppyvá átalakuljak. De hát, mindent el kell érni egyszer. Kulcsokat kapjuk. És itt is van a Secret Room. Ó! Köszönöm szépen. Nagyon sokat segítettetek. És hagyjátok ott a bombát, mert... Oké. Okay. Játszunk. Játszunk, hát persze, az nem kell. Matchstick van nálam, nem... Végülis kevés a bombánk. Nézzük mindennek a jó oldalát, kevés a bombánk. Ez konkrétan olyan, mint hogyha az arcodban röhögne a játék. Mi az? Ezt nem láttam már, vagy ez másik rám volt? Remélem nem Batrip, vagy valami hasonló szépség. Mindjárt kiderül. Lockdown. Nem érdekel. Guppy vagyok. Eléggé...
lehetetlennek tartom azt, hogy a bosshoz fölfelé kelljen menni, úgyhogy lefelé megyünk. És ez még csak depth. Tehát... ez még csak depth. Még mi lehet itt ebből a ramból? Reméljük, hogy nem halál. Mert mondjuk kicsit kéne még több orbital. Azért, hogy nagyobb legyen a védelmem Isaacnél és Blue Babynél. Jobb egy chest. Pénz, persze. De úgy, amúgy minden megvan. A damage... nem mondanám, hogy olyan nagyon fú, de nagyon sok. Talán úgy konkrét damage upgrade-em még nincs is, de... ugye Guffy-val, hogyha eltalálok egy ellenfelet, akkor idézek egy legyet, ami a damage-emnek a kétszerese. Ó, sziasztok. Titeket innen foglak elintézni. Csak azért, mert lusta vagyok, és innen biztonságosabb. Nem is lusta, inkább félek. Hát a second secret roomnak valahol itt kell már lennie. Bár van bombám, elég. Mégis miért ne lenne? Kulcsom viszont nincs. És az majd chesthez is kéne. Hát chestbe, inkább úgy mondanám. Bomba, még több. Boss fight előtt... már elvileg, hogyha megsérülök, még fölmegy először full HP-ra, mint tehát full HP. Az a baj, hogy már full HP-nek nézem az egy szívet. Hát, mint látjátok, nem annyira olyan nagyon nagy a damage-em, de jó. Tehát, hogyha egyszer megsérülök, akkor még fölmegy egy szívre a HP-m. Már egész jó a damage. Nem panaszkodok. Gápi vagyok, repülök. Minden tökéletes. Még egy Devil Room. Ezt felvesszük, mert ez ad nekünk egy Spirit Heart-ot. Kulcsot. Egy Health Up-ot. Ez pedig Two of Cups. Clubs, bocsánat. Spirit Heart? Nem. Death. Jó, nézzük, mi van bent. Krampus! Nem hat rá mi? Nem látom a HP-ját. Hát, hatott rá. Nem túl sokat, de hatott. Próbáljuk meg szépen megölni. Lamp of Coal. Mégis segíteni fog nekünk, mindenképpen. Ez az első minimális damage upgrade-ünk. Tehát örüljünk neki. Legalább nem kellett most élettel fizetnem. És akkor nézzük meg, hogy van-e valami jó cél arra, hogy felhasználjam ezt a kulcsot. Talán a shop. Bár azt hiszem, hogy ugye a kompass az már megvan. Tehát arra nincsen szükségem. De ettől függetlenül... bár mondjuk ez a Crystal Ball, ez jó spacebar item, tehát nem kérek mást. A kulcs az tökéletes, ugye Guppy's Tale csak Golden Chest-eket ad. Mi lenne, hogyha ezek a legyek hátulról támadnák a kis zombikat? Annak lehet, hogy jobban örülnék. Még ennyi chestet. És itt is van Second Secret Room. Szépen megöljük őket, mint hogyha sose lettek volna, piros szívet adjon, mert miért adna kéket? Talán ez a matchstick helyett elfogadható. Tudom, hogy így kevesebb bombám lesz, és ezt el kellett volna nyomnom, de nem baj majd. Jól van. Értem én. Értem. Tényleg. Ups, egy kulcs, meg pénz. Fölmenjek-e játszani? Hát inkább haladjunk. Tamis Head. Mégis jó kis támadás, de a Crystal Ball, ami most jobbat fog nekem segíteni. Vagy többet fog nekem. Jobbat fog nekem? Hogy tud valami jobbat segíteni? Tehát oké, hogy többet segít, de jobbat. Tehát, hogy segít, de nem olyan jót. Bár az is lehet. Nem kizárt. Hát... ja. Inkább játszok. Így, hogyha elsőre mindig kifizet... így persze, hogy mindig vele fogok játszani. Hát a shopban... oké, most kell szereznem egy szentet azért, hogy minden jó legyen a shopban is, de... elsőre kifizet, hát... hát hagyjuk már. Hol van ilyen?
Még egy bomba, pedig már nincs is meg a trinket, ami bombákat ad. Közben a Tainted Rockok eltűntek. Oké, hogy alapból nem volt olyan sok, de hogy nulla. Na, mondom, ugye hátulról. Akkor majd én mögétek megyek. Ups. Ó, tényleg megvan a Polaroid, tehát hogyha sérülök, akkor sérthetetlen vagyok egy jó darabig. Ami mondjuk a démon kis beggaröknél lesz a jó, hogyha találkozok egyel. Egy kulcs. Ez nagyon jól jön. Oho. Itt vigyázzunk, mert ezek a legyek önkényesen oda mennek és felrobbantják az ellenfeleket. Kikerültök, ugye? Nem. Persze, hogy nem. Mit gondoltam? Miért kerülnének ki? Egy Spirit Heart. És Greed? Nem Greed. Viszont veszünk egy Spirit Heartot, egy kulcsot. Jó. Legyen. 40 bombánk van. Most nézem, hogy ugye a Top Clubs az duplázza, és hogyha még kapok, akkor rengeteg bombám van, de itt elnyomom, mert így járok a legjobban. Na, pénz? Nem, szívet. Oké, ott felrobbantjuk. Egészen jól állok kulcsokkal is, most már. Ez lehet, hogy végre egy olyan run, ami teljesen végig megy. Lehet. Mert HP-val is most már egészen jól állok, ugye Polaroid megvéd. Temizhead nem kell. De még csak Depths 1, mondjuk következő szinten már Mumfight. Hogyha remélem, hogy Depths marad és nem Necropolis. Annak örülnék. Wow! Köszönöm szépen. Greed! Nézzük, hogy mennyire hatásos. Ups, bocsi. Elfelejtettem. De akkor adjál valamit. Egy kártya. The Lovers. Nem találok szavakat örömömben. Komolyan mondom. Nem találok szavakat. Ups, ezt elvettem, de ez egy nickel volt, ez neked nem kell. Shoop the boop. Nagyon jó. Tényleg. Kedvenc itemem. Annyira kedvenc, hogy megtartom nektek, hogyha kell valakinek. Nyugodtan. Gyertek, elvehetitek. Elvihetitek. Én nem tudom, hogy miért néztek. Szóval nem tudok beszélni, hát vicc. Persze, hogy kinyitom. Kulcs. Meg is kaptam érte a kulcsot. Spirit Heart. Komolyan mondom, ez... Nem találok szavakat erre a runra. Bár ennél talán jobb ránom is volt már, és azt is elveszítettem. De most minden megvan ahhoz, hogy nyerjek. Tényleg. Ja, kinyitjuk. Négy kulcs elég a chesthez. És amúgy is kapok még egy csomót. Köszi. Ez viszont nem kell. Lehet, hogyha az első bossnál elvettem volna, akkor most valami jobb itemet kaptam volna, de... Nem baj. Valahogy túlélem így is a játékot. Mi lenne, hogyha arra az ellenfélre mennétek, akit tényleg ütni kell? The Devil! Oké, sebez egy kicsit. Nekem van valahonnan mapem? Vagy most ez... De hülye vagyok! Hát a Crystal Ball! Azt nem tudom, hogy Compass is ad-e, de mapet mindenképpen, hogyha használjuk. Oké, Crystal Ballból minél többet szeretnék használni, úgyhogy felfedezem szépen a pályát. Ez az egyetlen oka, miért felfedezem, amúgy mennék rögtön a bosshoz. Ja. Illetve a Second Secret Room, hát ugye arról se feledkezzünk meg. És nem itt van. Akkor már olyan, bár a shophoz is el kéne akkor látogatni. Mert megtehetem. Talán pénzem is van annyi, hogy megérje. Amit egy kicsit furcsálok, hogy van annyi pénzem. Oké, okay, Magician, úgyse akarom vinni. The Empress. Kipróbáljuk most Mumfight-nál.
Valószínűleg úgy érzem, hogy ezzel ki tudok jönni Mom Fightról. És van egy egészen jó esélyem arra, hogy kapjak majd valami Devil Roomot vagy valamit. Mert ami másik kártya nálam volt, az... az Devil, azzal csak sebezni tudok, tehát az esélyem nincs, hogy teleportáljak. Játszunk vele egy picit. Persze, csak sebez. Jól van. Végis Crystalból megvan már. Lockdown. Köszönöm szépen. Ilyeneket még kérek. Na, Mom Fight. Boss fight után fogom csak elnyomni. Ops, Red Mom van, oké. Ebben az esetben akkor itt maradok. Akkor nem az a taktika lesz, hogy lent állok, hanem így megyek jobbra-balra. És ugye egészen jó esélyem van. Szépen itt a köveket szétüti. Bár ez egy kicsit a védelmemet gyengíti, de nem baj. Ezek a legyek nagyon jó szolgálatot tesznek. Talán most Guppy nélkül ez a run már rég véget ért volna. Ó! Oh. Oké. Okay. Akkor most egy kicsit annyira nem kell figyelnem, de azért mégiscsak figyeljünk. És végre meg fogom tudni, hogy mi az Empress kártya hatása. Szerintem mindig meghaltam, úgyhogy Empress kártyám volt. Szerintetek mi csinál kettő polaroid? Nem, azért nem viszek kettő polaroidot. Oké, akkor az Empress alakít át. Sajnos nem tudok kimenni már. Na mindegy, irány lefelé. Vombe. Hát vagy erre, vagy fölfelé lesz a boss. De erre van más jó. Erre van nem más, ami... nem így akartam, de így is jó. Tehát erre van a Secret Room, amit 42 bombával hülye lennék nem kinyitni. Pénz, tessék, tiéd az összes. Egy kártya. The Tower. The Top Clubs. 82 bomba. Komolyan mit kezdek már én ezzel? Tower-t azt... nem is tudom, hol szeretném felhasználni. Ha egyáltalán fel akarom használni. Lehet jobban járok, hogyha nem használom. Persze két pók, ne, hogy valami devil itemet. Hogy nézze már ki? Nem kerülök, mert úgy érzem, hogy annyira nem nagy probléma egy ilyen floor, és legalább a Crystal Ball is charge-ol. És nagyon jól jönne, hogyha teljesen fölcharge-olna, mert megmutatnám a mapot. Tiéd. Egy szív. Én nem akarok beszólni, de nem tudom felhasználni. Úgyhogy kérlek valami kártyákat inkább. Inkább kártyákat. Nem kell más, csak... ja, van elég kulcsom. Még egy tower. Ez így komoly? Tehát... szükségem volt még egy tower kártyára. Ebbe pedig egy pill, ami... amit meg nem ismerek. Bad guess. Jó. Elfogadom. Hát nem tudok nagyon... nem tudok nagyon más csinálni. Komolyan mondom, hogyha nem tanulok meg a következő részig beszélni, én abba hagyom. Kész, vége. Na nézzük. Oké, okay, egészen jó irányba jövök. The Hermit. Az... előző floron nem akartad volna ezt adni? Próbálj meg minél távolabb maradni, mert úgy nagyobb a damage-ünk. Ugyanúgy tök mindegy, hogy hol vagyunk, a legyek ugyanúgy dupla damage. Bár minek a dupla damage-e? Tehát... gondolom a base damage-nek, tehát a Lamp of Collab-be nem nagyon szól bele. Ismét minél többet próbálj meg felfedezni. Azért, hogyha lettek volna itt maszkok, akkor azt mondom, hogy hogy rohadjak meg, de nincsenek. De nincsenek. Úgyhogy nem azt kell nézni, hogy mi lett volna, ha? Hanem, hogy mi van most. Meg úgy, amúgy is mindig azt kell nézni. Kit érdekel, hogy mi lett volna, ha? Ups, bocsi, ezt fölvettem. Na akkor nézzük, hogy kivel harcolunk meg. Death. Hát legalább Cube of Meat is majd lőni fog. Ez a fajta Death, nem tudom, hogy mit csinál. Azon kívül, hogy semmit.
pénzt dobott valami. Egy kicsit lassabban mozgunk, mint kéne. Igen? Már leugrasz? Rendben. Mi lenne, hogyha tudod, meghalnál? Na? Hogy tetszik az ajánlatom? Szerintem egészen jó ajánlat. Tehát ott egész nyugodtan meghalhatsz. Két szív! Persze. Oké. Okay. Jól van. Megjegyeztem. Megjegyeztem, Cube of Meat. Hermit kártyát elnyomja, mert nincsen shop, tehát... Haladjunk. Haladjunk így, és már 45 perces a run. Womb 2, azt hittem lefagy, de aztán mégsem. Hirtelen azt hittem, hogy hülye vagyok, és a Hermit a Secret Roomba visz, de nem. Hermit a shopba visz. Szedd fel szépen. Piros szív. Na azért, hogy kulcsot adsz. Meg még egyet? Oké. Okay. Piros szív, oké. Okay. Az nem kell. Wow. Azt ott kivégeztük. És csak bejöttem a szobába. Tehát tényleg csak bejöttem a szobába. Ennyi volt. Meghalt. Kész. Na majd ettől kapunk Spirit Heartokat. Vagy egy ládát, amiben Spirit Heart helyett bomba és piros szív van. Jó. Nem mondanám, hogy olyan nagyon rosszul járok én az ilyenektől, de 86 bombám van. Lassan el kéne már kezdeni használni is, de hát mire? Majd Isaac fightnál. Valami bomba upgrade jól jönne, ups. De hát, hogyha nincs, akkor nincs. Ezeket megöljük még mielőtt itt bekanyarodnának, mondom. Mennyi legyen van. És ez... Two of Clubs. Jaj. Egy ilyen fight már volt, ez gyors lesz. Kivel megyek? Blue Babyvel. Talán nem is Isaachez kéne menni, hanem Sheolba az achievementek miatt, de... Menjünk Sheolba? Bár nem tudom, hogy Blue Babyvel megöltem már sátánt. Ez az egyetlen problémás dolog, ami egy kicsit visszatart, de... Isaac killért talán nincsen achievement. Úgyhogy, ja. Menjünk Sheolba. Azt mondom, próbáljuk meg unlockolni az achievementet. És ezt megölhetnénk már szépen. És nem nagyon hiszem, hogy bombákat kéne használni, de fogok. Mégiscsak. Na-na. Azért óvatosan játszunk már. Mert ugye minél távolabb kéne állni éppen azért... Ez szép volt, ezt nagyon szépen köszönöm. Tehát minél távolabb kéne állni azért, hogy a Lamp of Call minél többet sebezzen. Mi ez a sebesség? És még ne felejtsétek el, bár... Talán ez most annyira nem is számít, mert... Ugye nem tudok lemenni fél szívre. Tehát azt meg nem nagyon tudom megoldani, hogy... Valahogy így fél szívre lemenjek Spirit Heartból, főleg úgy, hogyha már minden egy egész szívet sebez. Mert nem tudom, lehet, hogy még nem sebeznek egy egész szívet. És abban az esetben le tudok menni egy fél szívre, ami aktiválja a... Scapulart, azt hiszem ez a neve. Ami, hogyha félszíven megsérülök, akkor... Akkor ad egy Spirit Heartot, ami Spirit Heartnál visszatölt egy fél Spirit Heartot egy egész Spirit Heartra. Majd kiderül, hogy hogy működik, és legyünk kemények, menjünk le innen. És tényleg csak az achievement miatt, meg amúgy sem voltunk még itt sorozatba, itt lent. Talán nem nyomom el a Hermit kártyát. Nincsen túl sok értelme. Mi lenne, ha nem akarnál megölni? Az mondjuk elég nagy hülyeség lenne, de... Én föltettem a kérdést. Wow. Ja. Úgy néz ki, hogyha egy szíven megsérülök, akkor van még egy esélyem sérülni. Ami polaroiddal egészen jó. De ez szobánként ugye egyszer alkalmazható, csak... Na... Hát bármelyik irányba lehet ugyanakkor a eséllyel, és nem erre lett. Nem baj, legalább lesz Crystal Ball.
legalább lesz kristálból, ami talán ugyanolyan jó, mint hogyha a boss találnám meg. Hát ha ad még valamit, és egészen sok próbálkozásom lesz megölni. Hiszen ugye 8 életem van még. És kinyitotta nekem a Secret Room-on, de kedves. Tiszta aranyos. Na mit adsz, egy Golden Chest? Nem is kaptam HP upgrade-et. De szemét. Pénz. Oké. Okay. Kirobbantom magam lefelé. Talán... It's me. Range down. Hát az Lamp of Call miatt nem annyira jó. Talán jobban jártam volna egy chest run-nal, mert mégis csak chest és több item és egy kicsit érdekesebb lehetett volna a run, de mindegy. Nem azt választottam. Kell az achievement. Legalábbis azt hiszem még nincs meg, hogyha már megvan, akkor húgy. Nézzük, ez mi? The Hermit. Nem kell. Na! Nézzük csak, már elfelejtettem, hogy hogy kell ellenet harcolni. Olyan rég volt. És nyomjuk Death kártyát. Azt tudom, hogy a Biblia megöl, de erről nem hiszem, és nem is. Ó, nem fogsz te semmi problémát okozni, nyugodj meg. Azok a legyek ott mit csinálnak? Azok a legyek ott mit csinálnak? Megpróbálok nem megsérülni, mert nem akarom rögtön elveszíteni ezt a egy Spirit Heart visszatöltési esélyemet. Lesz még nehezebb időszak is. Majd akkor ráérek elveszíteni a Spirit Heartomat. Na, felé lett, első fázis. Au. Gyönyörű volt. De is jövök egy bombát lerakni. Talán még egyet, hups. Azért vigyázni kéne, meg dodge-olni. Talán egy kicsit ez könnyebb, mint egy Isaac fight. Erre meghalok. Akkor... Jó. Most addig próbálkozok, amíg tudok. És itt van még egy bomba. Akkor leteszek még egyet. Tehát talán egy kicsit könnyebb, mint egy Isaac fight. Oké. Okay. Tehát csak azért, mert... Kicsit nehezebben találnak el. Bármint, hát a Isaac sokkal többet lőjenek, meg sokkal több formája van, bár nem tudom, hogy több a HP-ja. Bár Blue Baby-nél nem hiszem, hogy nehezebb lenne. Tehát inkább mondanám azt, hogy ez a könnyebb vége a játéknak. Szóval, hogyha nem bírom megcsinálni, akkor jó nagy folyó, hogy ez a könnyebb, és azt mondtad, hogy chest is sikerülne. Én azt mondtam, hogy chest is sikerülne, ez igaz. Próbáljunk még valahonnan szerezni Spirit Heartokat. Hát ez nem Spirit Heart. Az se. Nézzük, mi ez. Temperance. Köszönöm szépen. A Spirit Heartot. Tudsz adni Spirit Heartot? Az a jobb kérdés. Nézzük, kit kapok másik bossnak. Chub? Vagy... Mit tudom... Á, az Chub. Nem vagyok én olyan hülye. Mint gondolom. Hát ennyi bombával nem lesz problémám. Azt hiszem. És ugye még mindig sérülhetek egyet. Tehát van egy fölösleges Spirit Heartom mindig. Hát nem mondanám annyira fölöslegesnek. Ó, hogy van még egy. Kettő monstro. Erről el is feledkeztem, hogy itt három van már. Nem csak kettő. De itt a legyekkel egészen jól el vagyok. Tehát nem kéne semmi problémás dolognak történnie. Ezt már mondtam egy párszor. És általában akkor nem is történtek ilyen dolgok. Csak ne sérüljünk meg. Mert felesleges lenne. Még egy Golden Chest. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen! Fissula! Hát ezzel tényleg nem lesz baj. Ezt már annyiszor megöltem így a drum folyamán, hogy ezzel már nem lesz baj. Egy pici se. Nem is tudom, hogy én ölöm jobban, vagy a legyek, de... Jó, mondjuk egyértelműen a legyek.
Úgyhogy ez hülyeség volt, hogy nem is tudom. Nézzük, próbálom ezt a Crystal Bolt felcsárcsolni teljesen. Ez az egyik legjobb esélyem arra, hogy Spirit Heartot kapjak. Wow! Nagyon nagy szerencsém volt, hogy megállt valamiért. Na? Mit adsz? Spirit Heart? Semmi. Jó. Én nem azért mondtam, meg kell valamit, csak gondoltam már hátha. És itt is van a Second Secret Room. Az jó dolog. Persze! Kérlek, sebezd meg! Nem mint hogyha bármit is számítana, tehát... Innen már nem megyek sehova. Úgy szobánként egyet sérülhetek. Tehát nem az van, hogy az egész rámból összesen, amíg van életem, addig egyet... Megvan a félszívem. Ez nem tudom, hogy jó-e vagy rossz, de inkább jó. Na, öljük meg most már. Ne hülyéskedjünk. Komolyan mondom, hát nem bírjátok komolyan venni a játékot. Csak 5 életem van. Mindegy, ez egy szobára. Ups, bocsi. Nekem nem kellett volna Háj, de kedves vagy. Nagyon szeretlek most téged. Jobban, mint elbinnált hinni. Komolyan... Itt a játék végén létezik egy ilyen szoba. Na? Justice. Remélem, hogy nem én vettem fel a pénzt. Valamit felvettem, de nem tudom mit. Megpróbáljam már ennyi élettel. Talán már menni fog. Ja. Próbáljuk meg. Amennyiben nem megy, akkor... Hát nem tudom, vagy próbálkozok, vagy elmegyek még egy Crystal Ball Charge-ért. Talán az lenne a legjobb döntés, de... Úgy őszintén lusta vagyok most. Mondjuk ki. Az pedig majdnem támadott. Az majdnem támadott, én láttam az arcán, hogy támadni akar. És tényleg mondhatom, hogy az arcán, mert azon látszik. És amíg van Polaroid, addig egészen nyugodtan itt vagyok közöttük. Föl is robbanthattam volna akár. Na! Ott is vagyunk, ahol abba hagytuk. Egyszer már. Próbáljuk meg ezt dodge-olni. Amikor ilyet csinál, azt is. Mondjuk. Csak hogyha tudnám, hogy mikor csinál olyat. Egy próbá... Erre nem voltam felkészülve. Erre én nem voltam felkészülve. Nem baj, majd most. Na, de akarna az a bomba onnan eltűnni? Ups, ne menjünk bele. Oké, ez a félszív, hogy felvettem, semmit nem ér. De azért tök jó, hogy rájövök. Nem? Ez volt itt az egyetlen esélyem. Tehát nem is az, hogy túlélném még miatta, nem. Sajnos az már nem számít semmit, olyan, mintha egy szívem lenne. És már sérültem egyet, tehát most sérülés nélkül meg kell ölnöm, ami lehetséges, csak rohadt nehéz. Komolyan mondom... Nem tudom, hogy ezt hogy kéne nekem megoldani. Hát ez szép volt. Mindegy, ez úgyis belerobban általában mindig. Hát ez most sajnos nem robban bele, de... Nem baj, majd a kicsikbe belerobbantok én egy bombát. Vagy ellököm a picsába, ez is jó. Ja, de azért közben lőjek, hát... Ne felejtsem el a játék lényegét! Lőni kell! Másképp nem lehet nyerni. Ups, ups. Na, elvileg eddig még nem sérültem meg. És nem is most szeretném elkezdeni. És még ezután van ugye a lába, amikor azt kell kerülgetni. Oh-oh! Ez jó volt. Ja. Innen oldalról egészen jól tudom ezt kerülni. Úgyhogy én itt maradok, csak el kéne találni.
El kéne találni. Egyszerűen nem tudok figyelni a HP-jára, mert arra kell figyelnem, hogy nehogy véletlen eltaláljon. Nehogy eltalálj, nehogy eltalálj! Meg lesz ez. Meg lesz. Én érzem. És megvan, már csak a lábára kell vigyázni. Azt hiszem. Igen. Ups, ups. Már csak a lába az, ami veszélyes. Semmi más. Oké, okay, random bombák, persze, miért is ne. Ajaj, ezeket nem látom, hogy hol vannak, de egy polaroidot még fel tudok használni, és itt is van. Meg ne sérüljek valahogy, meg ne sérüljek valahogy. Egyszerűen annyira izgulok, hogy... Forget me now! Mondtam, hogy még nincs meg ez az achievement. Készen vagyunk! Az első sikeres rán a nyolcadik részben. Hú. Talán a chesten még könnyebben jártam volna. Vagy nem tudom. Na de, amennyiben tetszett a videó, kérek szépen egy lájkot. Amennyiben valami ötletetek van, hogy hogy kéne csinálni, mit kéne csinálni, kommentben jelezzétek. És legközelebb találkozunk. Sziasztok!